Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi. Hello, Tibi. Hello, a szomszédos témához akartam még egy picikét jönni veletek, tudjuk, mert... Költözzel. Nem, hogy azért az én szomszédom, aki beköltözött, mára már jóba vagyunk, de szerintem ő azért jó belépővel jött. Egy félmeztelen, agyik tetovált, ketrecharcos forma pakol be dobozokba, és tudod, én próbáltam haverkodni jelé, mert szia, na, csa! És elment mellettem. Nem ön akar beszélgetni. Egy ilyen fénylőtestű, ilyen gyúrós, ilyen ketrecharcos, tetovált. Tudod, és mit csináltál a sok pitével? És szomorúságon beleültem, és elkezdtem megenni a pitét, igen. És attól fölhívtam a bátyám, hogy Gabesz, akármit csinálsz, kezd el meghirdetni a házat most. Nagy a baj. És tudod, rájöttem, hogy nem a technó, meg nem a zongora, meg nem az idegesítő, azt már egyszer elmondtam nektek, hanem az, hogy ő a hírek nagy szerelmese volt, kiment a kertbe, és nem vitt ki hangfalat, hanem bentről ordított. Csak a következőt hallottad a házban ülve. A legidegesítőben nem érted, hogy mi. Elpusztultál tőle. Tehát, hogy azért nála azóta nagyon-nagyon jóba vagyunk, folyamatosan kommunikálunk, de a belépője az pokoli volt. Tehát akkor tényleg konkrétan... Hogy rendezted? Egyébként egyszer ordítatott valamit, és mondtam, hogy küldök rá egy üzenetet, maximum agyonver. Küldtem neki egy üzenetet, hogy figyelj, hát, hogy nagyon áthallatszik, nem lehetne valamit kitalálni. És jött rá vissza egy üzenet, ja, hogy ez téged zavar? Aznap kikapcsolta a zenét, és soha többet nem kapcsolta be. Tehát van ilyen szomszéd is, azt hittem, hogy átjön egy macsetával és agyondarabból, konkrétan aznap kikapcsolta, és soha többet nem kapcsolta be. Tehát, hogy ő, és nagyon jó szomszéd egyébként, úgyhogy én imádom. Megerős is. De egyébként tényleg jó vagyunk, tehát hogy abszolút jó vagyunk. Azóta ott van, nem költözött. Igen. És fia a legjobb szomszédom, és tényleg esküszöm, azt hittem, hogy abból mészárlás lesz, hogy ő beköltözött. Úgyhogy van ilyen is, hogy lehet fordítani. Az ember azt hinné, hogy nem lehet, de lehet. Tehát, hogy van olyan, amikor így valaki egyet fordít. És az infók miatt hallgat a híreket, vagy a zene miatt, ami szólt alatta, és lehet, hogy ezért is megkezdett. Lehet, hogy az aláfestő zene. De ha már a fordításnál tartunk, minden évben adok nektek egy lehetőséget, hogy ti fordítsatok, mert nem hiszem el, hogy a névnapomra, mai napon úgy csúszunk rá, hogy valami egészen ritkával és költségessel nem készültetek. De nem. Egyébként ma Bende napja van. Srácok, én nem felejtek el ilyen fontos dolgokat. És egyben a ti becsületeteket is megmentve. Jézusom. Ha megengeditek. Mi van? Soha a büdös életben, mióta mi hárman fordítva, a Janinak semmit, a Ferinek semmit, soha névnapunkra. Én ma kapom, a CT-re megyek, majdnem 7 rugó. Ki fizeti ki ezt nekem? A névnapod lesz, és aznap mész. Gyerekek, egyszer adhatunk azért mi is. Jó. De akkor adjuk ezt úgy, jó, hogy de akkor elő a farmába, kinek? Szeretek. Ha már négy napja van. Készültél, Balázs? De ne apróság, te most ne gondold azt, hogy lerakok egy Maserati kutyát, hogy aprósága. De készültem, ha nincs ötlet, készpénzt is adhatsz. Nem, ötlet mindig van. Készültem, de akkor nézd ezt úgy, hogy ezt nem csak tőlem, hanem akkor ezt tőlünk, és akkor ezzel a fiúk becsületét is kicsit megmentem. Még ezt a költséget is osszam el három felé, amit találom benne. Nem, de valóban, mert sosem veszünk semmit neked. Semmilyen ajándékot nem veszünk. Gyerek, azt hiszitek, hülyülök. És végre, Feri nem hiszi el. Azt te, hogy ez nem te vagy. Egyszer névnapja van, egyszer lehet, nem? Aztán utána évekig nem ünnepelünk meg. Ha nem egy hozzáros maszk van benne, akkor nem. Csalódott lesz. Tibike, Isten életesen sokáig, neved napján. Aha, jó? Hogyha budipapír van, mert most mondom hozzád. Én soha nem kaptam semmit még ebben. De most ne legyetek irigyek, mert ezt nem hárman adjuk. Boldog névnapot. Nagyon-nagyon szépen. Isten életesen sokáig. Boldog névnapot kívánok neked. Mindent, ami az irodában volt, mindent beledobáltatok. Boldog névnapot, és mondd el, hogy mi van benne. Boldog névnapot. És a hallgató kedvéért mondom, hogy gyakorlatilag mindent, amit a Viki talál kint szerintem az irodában, figyelj, mi ezt sose kaptuk meg. Hoppácska, egy finom pálinka áttekintés. Igen. Rajta van a dátum is, 2002 Tiszafüred. Igen, nagyon. Jó, de hát a pálinka nem romlik meg. A Morning Show csapatának. Egy könyvet is kaptam. Csak fújj le egy picit, mert egy könyvet is kaptam, kérlek szépen, az elszámokról őszintén. Tóth Gábor, itt volt az asztalomon, igen. Egy éve van itt az asztalomon, mi van még? Egy szétrohadt blifkó.
Nem, miért szétrohadt, az jó lehet, az még bármi. Jó, ezt valami gyógyszeres cégtől kaptátok. Én szerintem azért repjelnék egy gyógyszeres cégtől, ezt is bele tudtuk tenni neked az ajándékba. Igen, és egy darab aromagyertya, köszönjük a hétvégét Feri felirattal. Na, jön még. És egy zacskó koriander. De jó. Az még ki van száradva. Ja. És egy zacskó székelyföldi te a keveréket, ez is nagyon igen, jó. Igen, még a Ceausescu érában. És ne, ez Tibi, ez neked smafu? Ja, igen, bocsánat, és fehér hajgumi. Egy jó szürk és Madonna hajgumi. Minden, ami az elmúlt három évben felhalmozódott az asztalomon, Isten éltesen sokáig. Tibi, tudod, ha ajándékról van szó, rám számíthatsz. És neked az aranypapír zacskó a smafu? Nagyon boldog névnapot kívánok neked. Remélem, jókat vásárolt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked és Vikinek is, aki összetúrta a szemetet egy ajándékzacskó. Viszont örülök, mert csak negyed annyit kell lomtalanítani már az asztalon. Nagyon egy hét múlva, amikor ön a nagy munkai lomtalanít. Nagyon támogatom. Hetente ötször adjunk valakinek ilyen ajándékcsomagot, mert végre ki fog ürülni a szerkesztőség. Végre az asztalom egy kicsit letisztül, és hasonlítani fog a ti asztalatotokhoz. Mert tudod, úgy nézek ki, mint a bombát robbantottak volna az asztalomon. Igen. Bunkóság nem elvinni, csak igen, mondom. Tibike, a legnagyobb szeretettel válogattuk, vásároltuk, szereztük be, Isten értesen. Elmondom, ezt a fehér hajgumit viselni fogom ma este, nem teljesen rendeltetés szerűen, de rajta lesz, megérem. Nagyon jó. Főzél meg a kedvesednek egy rongyot hozzá. Kellemes. Mindjárt leporolom az aromagyertyát. Hagyjatok most már a hülyeségetekkel. Az egy 4 centi por van az aromagyertyán. Egy kicsit fújd le, jó? Hogy ne gyújtsd meg egyből. Be is tudsz rúgni, melyik lesz neked negyed méter pálinka, meg a kedvesednek főzél egy kis székelyföldi teakeveréket a gyertyafény mellé, jó? És olvassál föl neki lefekvésre. Tongából az elszámokról őszintén című könyvéről. Ez a tökéletes este ajándékcsomag. Szerintem gyerekek, én azért most kitettem magamért. Nem mondjátok, hogy azért ez nem egy korrekt ajándék. Nagyon szép ajándék. Nagyon gyönyörű. Már azt hittétek, csalódtok bennem, és tényleg ajándékot. Már úgy néztetek rám, hogy hol a régi Bali? Ez a régi Bali. De ehhez képest jövőre nem fog meglepődni, hogyha a számítógép egeredet fogod átnyújtani, hogy boldog névnapot, Tibi. Gondos válogatás, szeretet nagy van jó. Benne, Tibi. De cukik vagytok. A kutya fádat, hát egyszer van névnapot. Én az újrafeldolgozásnak a nagykövete vagyok, de így ebben a formában még ezt nem ismertem, ez nagyon szimpi. De ez ahogy én szeretek, nem szeret úgy senki. Ha nem viszed el őket, gyökér vagy. Ez a kotvány ilyen 10 éves. Neked az, hogy a 3 éve van az asztalon. Abba félreztán a sok gázsi. Egy ilyen szétrohadt briefkó valami gyógyszercégtől, ami valami fejfájás csillapítót hozott be nektek, gondolom, promózni. Valószínű műbőr, és nagyon a legalja. Igen. Tibikém, a kutyafádat Isten értesen. De tüntér vagy. Kiraktam egy posztot a múltkor, mert tényleg minden második emberrel úgy kezdődnek a beszélgetéseim egyébként, és ez így van, bármennyire fáj, föl kell vállalni, hogy régen hogy utáltalak, de ma. Tehát, hogy hál' Istennek általában pozitív a véges. Megkérdeztem a Facebookon a rajongókat, hogy ti is így voltatok vele? És jött az egyik válasz, hogy egy fiatal valaki volt, hogy én régen abban voltam, én úgy nőttem föl, hogy a szüleim nem bírtak, így én abban a hitben nőttem föl, hogy téged nem kell bírni. Hogy ez egy átlagosan elfogadott vélemény. Hogy ez így... Családi indítatás. Finoman átnőtt rajta, de jött a kompaktabb válasz is, hogy engem egyszerűen csak nem érdekelsz. Úgyhogy névnapomra azért azt gondolom, hogy meglettem tisztelve, de nem a félre sikerült névnapi köszöntésem az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nagyon kevésszer vagyok meggyőződve róla, hogy jót hozok, de ez most egész biztosan jó. Tehát, hogy most majd azt ő eldönti, jó? Csak mondom. Hagyjuk az ítéletre, hogy az egyes, igen, tudom, és a hármasat, tehát fordítva van. Ha már magyarázkodással kezdett, de így rossz. A belvárosban volt ügyem, intézkedni kellett, és leparkoltam benne az András. Én jöttem, mentem, szépen elintéztem a dolgaimat, visszapattantam az autóba, és elindultam gyanútlanul, és arra azon kaptam magam, hogy gyakorlatilag kettő nightclubnak, egy cipőboltnak, egy felvásárolnám az autóját, meg 4 szélvédőjavításnak a fityegő íze szemete volt betűrkészva az ablakmosó, vagy a szélvédő, minek hívják ezt? Ablaktörlő lapát. Ablaktörlő lapát, meg az üveg közé. És ekkor jöttem rá, hogy a világ legidiótább reklámozása. Én még életemben egyetlen egyet el nem olvastam, az anyját szidom annak, aki kirakta, annak is, aki reklámoz. Ha?
Nem akarok belekötni, csak akkor honnan tudod, hogy mi volt rajta, ha nem olvastad? Mert ezt most megnéztem, ja, hogy el tudjam nektek mondani, hogyan vélekedünk a dologról. Tehát, hogy elindulsz, hogy oda be van patintva. Elolvasni nem tudod, ablakot törölni nem tudsz tőle, ugye ott fog neked fityegni, idegesítő. Hogyha úgy vagy vele, hogy most csak az... Popsira kemény. Na, picit. Abszolút, és ráadásul úgy is van a dolog, jó, ha tudod, hogy nem nyúlhat hozzá az autódhoz a szórólapos, tehát ő jogsértést követel, amikor bedugja azért a... mert meg kell emelni a szélvédőt. Tényleg. Vagy nem szélvédőt, mi ez a lapátot. El kell tolni a szélvédőt. És akkor a aki megbüntet, szintén nem nyúlhat hozzá? Szerintem azt hiszem, hogy ő sem nyúlhat hozzá. Szerintem sőt, a havas nem takaríthatja le, és nem nézheti meg, hogy van-e neked. Így van. Bedobva cekli. Így van, tehát ha legközelebb látsz egy ilyet, akkor nyugodtan inzultáld, ahogy szoktad az embereket általában. Énekeljek neki? Mondjuk igen. Egyébként én sem olvasom el. Volt-e már? Tegye a szívére a kezét, most minden egyes autós életedbe vettél-e már be úgy ilyen cetlit az ablakról, hogy kicsim, hát ezt egyszer kipróbáljuk. Tehát elolvastad figyelmesen, és azt mondtad, hogy ez az akció végre, nekünk van kitalálva, bogaram, tedd el jól, el ne veszítjük ezt a cetlit. Legtöbbször azért nem, mert a legtöbb ilyen hirdető az az autór szélvédő javítás. Nem tudom, azt figyeltétek meg, hiszen nem nézitek őket. A legtöbbször a szélvédő javító hirdet így. Na most általában nincs berepedve a szélvédő, tehát ezt a vackot összegyűröd és kidobod a kukába. Amikor berepett a szélvédő, akkor pedig már nem emlékszel vagy rá. A felvásárolnám az autóját, cetli. Ugye az is az a másik, ami... Az még mindig megy. Felvásárolnám készpénze. Autóját, készpénze. Ez még megy. Mert igen, mert nagyon sokat kaptam, de akkor egy kis polszkim volt. Ja, hát mert ezt már nem merik kifizetni, tudod ezt a léket? Nem, hát ez egy bizonyos autótípusra teszi, egy bizonyos árkategóriában. Ugye készpénz x millió alatt fölött, nagyon olcsóra nem, nagyon drágára nem, de hogy ezt még mindig csinálják, hogy készpénzes kis papírocska, felvásárolnám autóját KP-ért. Ez finom, nem? Ez finom, igen. Én nem nagyon olvasom el ezeket, nem is nagyon szeretem, mert van igazság, hogy ez bosszant. Jani, de nagyon simogatja. Sokan csinálják egyébként. Jani, gondolom, ti elolvassátok, ti hát megnézitek, nem? Nem, én csak bekötegelem. Bekötegelem és megy a szelektívbe, tényleg. Nem, mert azért ne felejtsük el, hogy Jani az bizonyos értelemben nagyon erős célcsoport, mert ugye azért vannak olyan jellegű fotós hirdetések, ugye? Tehát azért általában egy-két nightclubos valamilyen... Ja, hát ott kivágom az illusztrációt, és egy katalógusban beragasztam a többi. Lefotózod a szemeddel. Igen. Na, de hogy ez valami olyan, amit egészen biztosan úgy fogadsz, hogy anyátokat már ezzel, nem? Tehát, hogy ez, ha valami, akkor ez tényleg olyan, amit el se olvasol, utálod, aki odarakta, aki reklámoz, hozzányúl a kocsidhoz. Nem tudsz... Tudod, én biztos én vagyok a hülye, de ha én hátulról jövök az autóhoz, már csak akkor veszem észre, amikor beszálltam. Én rendszeresen indulás után veszem, és akkor elkezd fritjegni, Mindenki rápróbál egy nedvessel. Egy nedvessel egyszer rápróbálsz, aljas módon, igen. Tehát, hogy... És aztán jön a következő, leteked az ablakot, és akkor megvárod, hogy arra jön az ablak. És hogy arra jön az ablak, akkor kinyúlsz, és megpróbálod levenni. Ha kicsit lelkiismeretes vagy, ugye, az ember elér egy idő után abban az érettségi állapotban, hogy már nem csak sima ablaktörlő, hanem azért kinyúlsz, ledobod az anyósülésre, majd kidobod, és elindul a vadászat. Elsőre nem sikerült. Akkor leállítod az ablaktörlőt, törölsz, megint kinyúlsz, jobb kézzel húzod a törlőt, nálam jobb kéznél van, megpróbálod lekapni, tényleg nyomorult. Na, amikor, ha véletlen meglátom, akkor meg, és felhúzom magam rajta, mert szemetet is generál, mert soha nem teszed el. Tehát ez nem olyan, mint zsebre teszel. Tehát vagy ott meggyűrött helyben, és azt mondta, hogy most nem keresek, akkor látom, hogy tesó, ezt akkor te szemeteltet, bogaram. Mert az én kocsimra szemetelt, ennyire a földre is dobhattad volna pont. Vagy most lelkiismeretesen elviszed egy kukáit, de igazi gyökérség. De mondom, a legrosszabb azt, amikor 140-nél tudatosul benned, hogy négy hirdetés ott van, és úgyhogy megmondom őszintén, hogy úriember, biztosban nem fogod, ezért is nem fogadtam az elején abba, hogy jót hozok-e, de figyelmesen várom az ítéletet, hogy hozzá téve, hogy névnapon van, és ugye, tehát hogy ez akkor rott egy picit, ez rott rajta. Ajándékot megkaptál, mit magyarázom? Idegesít, de azért nem rázott a hideg. De tényleg idegesítő. Balázs, ez nem a Schindler listája, ez csak egy rovat. Kettes szintű csörbökés. Ezért kárhat ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható volt, azért ebben van idegesítési faktor. Megadható. Ez még nem a nagyon idegesítő, valójában 3-as, de nem is az 1-es. Én szerintem ez egy jó ítélet. Ez egy jó ítélet. Hogyha egyszer lesz egy ilyen indokolatlan atomtámadás, azt azért meg tudom kapni, nem? Tehát, hogyha valahol atomvillanás látszott szad a környékén, megadom. Szörnyű támadás, indokolatlanul téves atomfelhő, hogy dolgozott fel. Kicsit mérges vagyok, nem tudom hova tenni a dolgot. Szörnyű mészárlás, nem tudom hol, és behozom, ugye akkor az.
mert valakit... valakit ez kettesre tudtam hozni, Tibi. Uh-huh, egyesnek uh-huh, azért ez durva lett volna, mert hármasnak viszont nem volt hármas. Értem. Na, van még névnapi, valami, vagy... Számítottál a névnapi hátszére, nem? Azt hitted, hogy azért az úgy jönni hát, fog. Ha valamire, hát az, akkor nálunk, most számítottam rá, hogy az lúdbőröztök ettől a jubileumtól. Félve kérdezem, hogy van-e valami kérdezni valód? Félve kérdezem. El tudunk engedni a névnapod alkalmából. Félve kérdezem, hogy névnapit szóról a pityektetés 100 km/h esetleg nincs témád? De van! És egész véletlenül döbbenetesen jó már megint. Na. Tehát, hogy nem voltam az egyik fellépésem alkalmával egy klubban, és egy marha jót találtam. Meg lett volna, nem vagy lent a saját fellépésedem. Igen. Gondolkodtam, hogy nem megyek. Tudom, akkor a király vagyok, hogy már nélkülöm is megcsinálják. Van, amikor csak bejelentkezek Skype-on. Na, de hogy láttam egy ilyen kis ragasztmányt kint a dohányzó részen. Tehát ugye általában, amikor kimész egy ilyen diszkóból, akkor mi történik? Nem tudom, idézzük fel a szórakozó éveket, vagy régen mi történt? Hogy mész kifel a diszkóból, és ugye kimész dohányozni, kapsz egy karszalagot, hogy vissza tudjál jönni, vagy pecsétet. Hát jó, az is. A menőbb helyeken karszalag, régen az pecsét volt. Egy jófajta ilyen fluoreszkáló pecsétet kaptál, hogy azzal vissza tudjál menni. Na, de ez most már egy kicsikét tovább gondolták. A következőt találtam most egy klubban. Ki van rakva kint az ajtóra két nagy ragasz, hogy ha 15 percnél tovább vagy kint a diszkóból, akkor 500 forintos pótdíj befizetésére köteleznek. De ki nem találnád egyébként, hogy ezt miért csinálják? Azért, mert esetleg elmész kint fogyasztani valahol, és nem bent. Jani, most csapjál bele, mert akkora király vagy, hogy nem tudom elmondani. Így van, kiszámolták nem ugyanis. Nem volt egy túl bonyolult kérdés. Azért tegyük hozzá. Most ezzel inkább ez a TV-nek szólt, nem olyan, de hogy miért nem menjél kérdés, hogy ne így álmásod. Hogy ne vegyél tejet és kenyeret? Vagy tehát, hogy nagyon más alternatíva nem lehetünk. Ne szívjál, ne így áll, ne rúgjál be máshol. A hallgató kedvéért mondom, mert nem TV, rádió, Balázs kiüvegesedett, reménytelen tekintettel nézett, mert fogalma nem volt, hogy ez miért van. Jani, megfejtettem, hogy mindkettőnkbe bele. Nem, hát azért nem rúgjál be máshol. Nem, ennyire egyszerű. Kiszámolták ugyanis, halálfrankó levezette nekem a tulaj, hogy 6 percre van onnan a talpon álló, tehát 6 perc oda, egy 3-4 perc, míg úgy megkapod az italt, meg megiszod, mire visszaérnél rohanva, kb. Nem tudsz visszaérni. Hova tehát, meg hogy... én kihagytam az autóba. Kifeledtem a telefonomat. De az 500 forint, egy ilyen kis bánat, egy kis bánat pénz, ha talpon állóban mész egy kicsit olcsóbb töményezni. Tehát, hogy szerintem nem rossz. Egyébként jó az ötlet. Figyeljetek, az megvan, még régen úgy csináltuk, hogy ha megkaptad a pecsétet, gyorsan kiszaladtál vele, azt mondtad, hogy kihagytam valamit, és át tudtad nyomni a másiknak a kezére. Ezt csinálják még? Nem, nekem volt pénzem. Igen. Nekünk nem, hát és akkor mi van? Semmi, de nálam nem volt mindig borjuláb, hogy betudja minden barátomat is. De nem volt az a, mert csak egy borjuláb. Jó, csak egy borjulábad volt. Egy borjuláb volt, amivel én bementem, pecsét megkap, kirohan, és így át. Tudtad nyomni, és az átment? Hát annyira átment, hogy ez a fluoreszkálós vacak, mert ugye maga felír. Utána, így van. Tehát annyira, hogy kicsit így a keze fluoreszkál. És akkor nálatok egy bement, és a másik 10 várta. Így is van. És akkor szépen végignyomkodtuk, és akkor így egy borjulábbal bementünk. Viszont több pénzünk maradt piára, érted? Hát jó biznisz. De Gorcsóval alá vettem egy picikét, hogy mik voltak ezek az intézkedések, amivel nagyon próbáltak minket sarkalni arra, hogy benn fogyasszál, meg sokat fogyasszál. Emlékeztek erre, hogy milyen reménytelen próbálkozások voltak, hogy nagyon piázzál benn, és hogy ne tudjál semmilyen ilyen kis kaput kiaknázni? Először is annak idén, hogy a diszkokban, a csapból bármit nyitottál meg, meleg víz. Csak forró víz. Tényleg erre emlékszem, volt, de ez még nem is annyira régen, és még ráadásul elég menő fővárosi szórakozó helyeken is, forró víz jött a csapból, hogy ne tudjál inni. A legnagyobb, legnagyobb rohadékság egyébként. A tablettás időszakban volt, meg amikor egyéb szereket szedtél, mert ahhoz nem ittak alkoholt. Igen. De bevetted a izét, és ahhoz csak ásványvizet vett. Mindenki ásványvizet ivott a diszkóba, és akkor azt mondták, hogy tudod, mikor mész ki hideg vizet inni, forró víz van, vedd meg az ásványvizet, 800. Igen. A kettő igen, nagy ide. Rohadékság. Igen, ugye, a 3000-es, 5000-es belépővel. Bármelyik oldalát nyitottad meg, volt olyan, hogy nyitogattad ilyen reménytelenül, és csak a forró víz jött, ugye, és ugye te bementél, én mondjuk semmivel ilyen dologgal nem éltem, de mondjuk, hogyha csak annyi lett, hogy megmostad volna az arcodat, akkor annyit tudtál, hogy egy jó finom forró vízes egy jó finom forró vízes arcöblítésre ott a vendége volt a helynek. De... És visszamentél, hol voltál? Szoliban? Leégett arca.
A másik, ami nagyon kemény, ugye, az a kitiltása a kintről hozott cuccoknak. Ezt általában el tudom fogadni, de én magam személy szerint, majd te biztos tudsz erről sztorit mondani, amikor akkor bevisznek. A borjulába. De amikor mit jelent, fél disznót. De az nálunk rendes volt, mert a negyedét a félnek ott hagytad, a másik felét be tudtad vinni. De ezt általában például el tudom fogadni, amikor nem lehet bevinni valamit, de én személyesen voltam egy pubban, már szerintem talán nincs is, vagy egész biztosan nem az a vezetés van már. Egy nagyon népszerű zenés pub volt annak idején, és a Katival voltunk, mert mi ott zenéltünk is, és a Lajtő Kati, az énekesnőnk elővett egy zacskó sejemcukrot a pubban, ahol nagyon szigorú volt, hogy fogyasztani kell. Előtt egy zacskó sejemcukrot, és bekapta. És zacskóstul? Ja, nem, nekem. Fura volt ez. Igen, tényleg ez a Kati, hogy zacskóstul lett a sejem cukra. Kati, legalább a zacskót köt ki. Légy szíves, Kati, hát mégis csak egy elit fővárosi klub, Kati. Nem veszik meg a zacskót, meg egyszerre két szorít mondasz el. Nem, az hihetetlen. A Katival annak idején elhitették, hogy a zacskóval együtt teszi meg akkor nem hízlak. Mert úgy tovább tart. Igen, akkor tovább tart az íze. Na, de hogy, és odaállt a pincér fölé, konkrétan, mert nem föl, igen, elé mielőtt ebben, és igen, fölé térdelt a pincér. Elé állt a pincér, és konkrétan addig nem ment el onnan, amíg a Kati ki nem dobta a sejemcukrot. Tehát az egész zacskó sejemcukrot kidobatta vele, hogy mondta, hogy menjen el. Tehát, hogy olyan szintig vitték ezt a nem lehet behozni élelmiszert, hogy konkrétan az zacskó sejemcukrot kidobatták a Lajtő Katival ebben a pubban. Na, ez beteg. Mi is egy picikét így gondolkodtunk, hogy ti még milyen ilyennel találkoztak? Hogy találkoztak egyáltalán? Tehát a vendéglátás nagy gurúja vagy. Az vagyok, de hogy nálunk nem szoktak szendvicset behozni az emberek, tehát ehető az étel, tudod? Tehát... Miért zavarja az éttermeket, hogy mondjuk nekem van egy fél literes ásványvízes palacka a kezemben, és akkor azzal beülök? Mert mondjuk elfelejtem. Te szoktak szólni érte? Van, ahol szólnak, de én nem azért viszem be, hogy elfelejtem, és akkor mindig nagy elnézések közepette elrakom, és hogy látom rajtuk, hogy egyébként el is várják, nem nagyon szeretik. Hogy hát az... abból él, amit elad, tudod, és akkor te mondjuk nem fogsz inni semmit, mert inni valód van, akkor ott már van hogy egy nem igen, igen. Aha, mert hogy ő azért dolgozik, azért fizeti a rezsijét, a munkatársait, azért takarítja az asztalt. És olyat viszek be, amíg nincs nálam, mint amilyen állásvatta cukrot. Tényleg, vagy mondjuk olyan konyakész rizst. Az tök jó. Igen. Tök jó. Igen. És egy tájvízbe vinem, és csinálok egy pátájtot magamnak, akkor a rizottotokat nem szeretem, hogy én, hogy hoztam magammal. És hoztam két fasírozottat és egy uborkás zsemlét. De tök jó, itt minden szeretek itt lenni. Csak egy asztalt kérnék, hogy megterítsek magamnak. Csak is kezdjék, ha nálam áll is terek van. Én már ilyen reflexzerűen tüntettem el az üveget, például cukiba besétáltam múltkor Bennyvel, és bevittem egy félterítést, és akkor nagy elnézés a közepette tettük el a Viki táskába, mondta a pincér, hogy hagyjuk, nem érdekes, csak ígyuk meg gyorsan, mert hogy a tulaj egyébként szól. De nyilván ezért. De papírzacskóból nem isztok piát. Ritkán. Nekem volt egy ilyen hely, nem hülyeség, mint a Balázs mond, megdöbbentő módon, hogy bementem valahova, és vittem magammal egy ilyen kanalas fagyit, egy gyors étterembe vettem egy csoki fagyit. És mondták, hogy nem lehet bevinni, mert ugye ezzel rontam ezért. De mondom, de ti nem árultok fagyit, csináltok meg. Tehát, hogy ezt én most... Én ezt a moziknál tudom nagyon rühelni. Nem árultok fagyit, hát beviszem meg ezt, azt, hogy eszek, amit ti árultok. Nem vagy jó reklám az újonnan érkezőknek, hogy valaki ül egy étteremben, ahol lehet kapni kajákat, és ott ül a Kassa Tibi, már nem te, ott ül egy bár... Egy fél grill csirkével. Érted? Tökéletesen igaz, van az egy decis poharas fagy, az a fél grill csirkének a szinonimája. Hát ez az, ha egy decis poharat megengedem, akkor nem engedem. Tehát, hogy ez a következetesség elvenni, hogy ha téged megengedlek egy pohárral, akkor nem bántana a pohár fagyit, csak ha őt megengedem, akkor őt is meg kell. Tehát, hogy nem a pohár fagyival van a baj. De ez például mozinál, nem értem. Tehát a mozinál megveszem a 3000 fontos mozijegyet, veszek még egy popcorn, meg egy üdítőt, lazán ketten ott hagysz mondjuk 5000 forintot, de csúnyán néznek rád, ha beviszel egy sajtburgert, beviszel egy szendvicset, a táskába be kell csempészni, az még a legnagyobbja. Te magad ennek. Adtad meg a választ. 3000-ért mentél moziba, 5000 lett popcornnal, meg kukoricával. De azt mondom, hogy már elköltök 5000-et. És ott van a kezemben. A múltkor például volt valami a kezünkben, de volt még plusz egy meki szatyor, vagy egy burger king. És szólt, hogy azt ne vigyük be. De ember, hát 6000 forintot hagyunk itt egyébként ketten, és becsületesek voltunk, mert még vettünk nálatok is valami. De miért zavar azt titeket? És mondta, hogy nem, az a policy a moziba, hogy te plusz dolgot máshonnan egyébként nem vihetsz be, olyannyira, hogy egy műanyag poharas kávét is elvetettek. Ne tehát moziba egy. Kicsit azért az mész azért, hogy jól érezd magad, nem? Tehát hát az, hogy kicsit. Most miért fáj az nekik, hogy a felékbe mennek két fedeles kosárral? És mi úgy is járunk. A padló szőnyegen, hát mikor utoljára voltunk moziba, anyámmal leterítettük a vetítővászonja elé a pokrócot. És a gyerekek mondják a fi, apa nagyon ilyes, hogy várj már meg, amíg bejutunk, aztán kicsomagoljuk a szendvicset. Csavard már le a lámpát, mert nem látnak mögött. Hát a filmet mi nem is nézzük. A bodza szörpöt hoztad? Már a szörp, itt van a csatos üvegből. Soma, várd meg, amíg sötét lesz, aztán kezdünk el enni. Ja, verem a habot, verem a habot. De nála nem kap
kapható kávé a moziban. Így van. Ez igaz. Ha, így ez van. Igaz. Ha ő adna tényleg egy jó minőségű kapucsint, ami berak nekem műanyag pohárban, nem viszem be, de ha nála nem kapható, miért zavarja a mozit egyébként? Azt nem értem, nem volt ideológia, nem tudták megmagyarázni. Tényleg nem értem. A kis fagyira egy nagyon szép kis megoldás jött. Kassa Tibi koncerten áll valaki az első sorban, és fülhallgatón keresztül mondjuk, nem tudom, szkútert hallgat, és így néz téged. Ez tök ugyanaz. Tehát szájba vágom, úgyhogy leesik a fejem. Na, de na. Szék. Én más gondolok erről, mert hogyha ő szkúter rajongó, akkor ne jöjjön el a koncertemre. Tehát, hogy ha te Meki rajongó vagy, ne gyere be az étterbe. De nem vagyok Meki rajongó, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogyha mondjuk, ha én azt gondolom, hogy nyilván megvannak ebben is a jó arányok, de forró vízen ne kelljen már arcot mostom azért, mert néhányan, nem tudom, ott szlopálják a vizet, meg nem tudom, tehát hogy megvannak azért ezek a finom ilyen piacok. Illetve én azt mondom, hogy ha bementem a diszkóba, akkor én értem, hogy jó óta, hogyha van fogyasztás, ne terrorizáljál már, érted azzal, hogy most 15 perc után nekem újra belépőt kell vegyek. Milyen ódivatú szó ez, hogy diszkó, nem? Azt már egy kimondod, ezt már nem mondják. Diszkó klub. De ne, ne, ne. Ezt már nem mondod, hogy diszkó. Megy, hova mentek este diszkó? De lehet, nincs. Van egy modernebb most erre, a Dizsi. Ezt használják? Nem tudom. A Dizsi. Ugye? Hogy az egész diszkó, a Dizsi. Kezd egy kicsit. Hogy hívják most? Hova mennek a fiatalok? Nem tudom. Nyilván van erre már slang, vagy bármi. Nem hiszem, hogy diszkó. Én elég sokat mozgok tini körökben. Mit mondanám? Egyébként nincsen ilyen, a helynek a nevét mondják, tehát akkor nincsen gyűjtőnév, hanem lemegyünk. És inkább azt rövidítgetik, tehát szerintem a népszerű szórakozó helyeknek a nevét rövidítgetik, és azt lengesítik, de már ilyen gyűjtőnév, hogy elmegy anya, elmentünk diszkóba, ilyen nincsen. Azt tudom ezt a gyűjtőnévet, mert ugye ízét a rövidítés, mert nálunk aranykalász espresszó volt, és csak úgy hívtuk, hogy a toklász diszkó. Ez toklász. Mindig a hidegrázom, hogy ezt volt. Hát persze, hát a Lacházi Elvis diszkó, meg ezek nevét szeret, azért ezekben én is megfordultam. Itt ott Lacházán az Elvis diszkó, kiskulacházán. Ki az az Elvis? Hát nem. Mekkora? A kiskulacházi Elvis diszkó. Hát azt mindenki ismerte. Fiúk, a könnyeimmel küzdök, mert eljött a búcsú ideje, és meg vagyok hatodva. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az ajánlékot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Összepakoljuk neked, jó? Nem gondoltam volna, de nagyon jól esett. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Nagyon. Félve hát, kérdezem, ugye, hogy a rengeteg jó ér, ugye a szemetelés, a szélvédőreklám, a szomszédom, a fogyasztóvédelem érdemel le egy tapsot és egy csikolyt. Így van. Nem tudom nem megnyomni ezt a gombot. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.